Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés! A kormány az uniós helyreállítási forrásokért vállalta Brüsszel felé, hogy 2025. márciusig új nyugdíjtörvényt léptet életbe. A reform célja elméletileg a magyar nyugdíjrendszer fenntarthatóságának javítása és a jövedelmi egyenlőtlenségek kezelése lenne. Ezzel szemben a kormányzati nyilatkozatok és propaganda alapján a magyar nyugdíjrendszer stabilan és fenntarthatóan működik. A következő 10 évben nincs szükség módosításra. A nyugdíjkiadások fedezete biztosított, a nyugellátás alkalmas az időskori jövedelem biztonság megteremtésére. Tisztelt országgyűlés, kérdezem én, hogy biztos így van-e? A tények mást mutatnak. Az OECD 2024-es jelentése alapján a magyar társadalom előregedése egyre nagyobb problémát okoz a költségvetésnek. A kormány a nyugdíjkasszában 2023-ban 1072 milliárd forint hiánnyal tervezett, ami 387 milliárd forinttal nagyobb összegben, 1459 milliárd forintban realizálódott. A nyugdíjasok 40%-a 160 ezer forintnál is kevesebb ellátást kapott havonta, vagyis közel 1 millió nyugdíjas élt a létminimum alatt tavaly. Több mint 1,5 millió nyugdíjas nyugdíja az átlag nyugdíjat sem éri el, ezzel szemben a 2008 óta változatlanul 28.500 forint nyugdíjminimumnál akár 100-szor nagyobb luxus nyugdíjak is léteznek a mai napig. A százalékos nyugdíjemelés és a 13. havi nyugdíj is a meglévő nyugdíj összegétől függ, ami tovább mélyíti a nyugdíjak közti egyenlőtlenséget, ezért a 13. havi nyugdíj összegének egységességi tételét javasolja a Mi Hazánk mozgalom. Kérem tisztelt államtitkár úr válaszát azzal kapcsolatban, hogy mikor hozzák nyilvánosságra a magyar nyugdíjrendszerről szóló nemzetközi szakértői jelentést. A nyugdíjreform során a külföldi szakértők mellett megkérdezik-e a magyar emberek véleményét is? Mit tesznek a kisnyugdíjasok érdekében? Lesz-e valódi nyugdíjreform? Várom szíves válaszát, tisztelt államtitkár úr. Szálai András államtitkár úr, miniszterhelyettes válaszol. Önnel szó, miniszterhelyettes. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Hát igen, valóban úgy van. Magyar nyugdíjrendszer stabilan és fenntarthatóan működik. Természetesen a kormány folyamatosan figyelemmel kíséri a rendszer működését, közép- és hosszú távú fenntarthatóságát. Az Európai Bizottság, ahogy ön is mondja, felülvizsgálatot kért a nyugdíjrendszer ügyében. Ennek a vizsgálata jelenleg is folyik, azonban a kormány kizárólag alaposan megfontolt, minden részletre kiterjedő javaslatot fog jóvá hagyni. És mikor a szakértő jelentéseket is figyelembe véve, nyugdíjas szervezetek véleményét úgy szintén figyelembe véve elkészül egy javaslat, egy szakpolitikai javaslat, az társadalmi egyeztetésre fogja bocsájtani. A magyar nyugdíjrendszer lényege és egyik legfontosabb eleme egy infláció követő. 2010-től a nyugdíjasok, bármilyen nehéz is az ország sorsa, háborús idők vannak, vagy gazdasági válság is lehet, nem károsodhatnak, tehát inflációval növelt mértékben kapják meg a nyugdíját. Fontos eleme a nők 40 éves szolgálati idővel a nők elmehetnek nyugdíjba. Még fontosabb eleme a 13. havi nyugdíjnak a kifizetése, amit ön is említett, és létezik egy nyugdíjprémium rendszer. Tisztelt képviselő úr, a Mi Hazánk képviselője, az a nagy kérdés, hogy önök mit tudnak támogatni. Támogatják-e, hogy megmaradjon az infláció követő nyugdíjrendszer? Támogatják-e, hogy a nők 40 éve szolgálati nyugdíjba mehetnek? Támogatják-e, hogy megmaradjon a 13. havi nyugdíj, és támogatják-e a nyugdíjprémium rendszer? Ez a nagy kérdése az előttünk álló nyugdíjreformnak. Köszönöm. Köszönöm szépen.